2023-ban is 8 héten át várták a diákokat a Zrínyi Miklós, valamint a Gyurkovics Tibor általános iskolában, Rákosmente önkormányzatának több éves hagyományra visszatekintő napközis táboraiba szervezők, akik a turnusok alkalmával összességében több mint 700 gyermeknek biztosítottak felügyeletet és napi háromszori étkezést. A záró eseményre Horváth Tamás polgármester is ellátogatott, aki köszönetet mondott azon pedagógusoknak, akik színvonalas programokkal készültek a fiataloknak. Minden köszönetem az itt dolgozó pedagógusoké, a táborvezetőké, szerintem fantasztikus munkát végeznek 8 hétig keresztül, úgyhogy ők egész nyáron közben nem tudnak pihenni, hiszen most befejeztük a tábort, és egy hét múlva nekik már kezdődik az iskolai időszak. Úgyhogy nagyon nagy köszönet nekik ezért. És ahogy elhangzott, vagy tájékoztattak, nagyon sok színes program volt a gyermekek számára. A táborvezetői feladatokat a hagyományoknak megfelelően Marosi Józsefné látta el, aki segítőivel egyetemben a megszokott szakmai elhivatottsággal ügyelt a résztvevők biztonságára. Mint elmondta, ez alkalommal a Kalandok címszó köré épült a június 26-a és augusztus 18-a között megvalósuló tábor tematikája. A legfontosabb törekvés pedig a mostani szezonban is az volt, hogy a hozzájuk jelentkező gyermekek számára emlékezetessé tegyék a nyári vakációt. Abszolút kedvenc volt a visegrádi bobozás. Nagyon sokaknak új élmény volt. Az idősebb gyerekek pedig nagyon sokat segítettek, hogy a kezdőket maguk mellé ültették, és ők is tudták élvezni a bobozást. Nagyon-nagyon jó volt a budapesti kirándulásunk, a hajókirándulás, amikor végigmentünk a hajón. A kapitány fantasztikus ember volt, minden gyereket beengedett, még vezethették is a hajót. Margit szigeten voltunk, Vadasparkban voltunk, ezek mind-mind nagyon jó programok voltak. Volt egy színházi előadás, a Hahota Színház, ami nevéhez illően mosolycsajt a gyerekekre. A Zrínyi Miklós általános iskolában zajló foglalkozásokkal párhuzamosan a másik helyszínen autista, enyhe és középsúlyos értelmi sérült gyerekek töltették el a szabadidejüket. Kalmár Szilvia táborvezető évek óta koordinálja a sajátos nevelési igényű fiatalok táboroztatását. Az idei évben turnusonként több mint 20 növendék napjait színesítették meg az ottani szakemberek változatos programok segítségével, mely megszervezésénél számos, speciális szempontot vettek figyelembe annak érdekében, hogy iskolaidőn kívül is megvalósulhasson az érintett tanulók fejlesztése. Nagyon sok terápiás programot, kutyaterápia, gokartozás, minden gyerekünk megszerezte a gokart vezetői engedélyt, hogy tudja tekerni és kormányozni. Nagyon sok konduktív fejlesztés volt, amit a saját táborban dolgozó kollégák, logopédus, amikor az a hét az a logopédiáról szólt, tehát igyekeztünk a nyarat is felhasználni arra, hogy fejlődjenek. Minden héten volt kézműves foglalkozás, az önkormányzat folyosóján meg lehet tekinteni a kiállított. Nagyon kedvesen kirakták azokat, amiket készítettünk. A táborzáró rendezvény keretében Horváth Tamás polgármester egy-egy ajándékcsomag átadásával fejezte ki háláját azoknak a tanároknak, akik mind a 8 héten át segítkeztek a lebonyolításban. A szervezők pedig óriásbab előadással kedveskedtek a megjelentek számára. Az előzetes tervek szerint Rákosmente önkormányzatának napközis táborai a kisdiákok előtt jövő nyáron is megnyitják majd kapuikat.